Ez a Nyíregyházi Televízió híradója 2023. június 9-én este 7 órától. Kezdünk! Opus Energetika, kiemelkedő összeg a vármegyebeli fejlesztésre. Pályaorientációs nap, 700 tanuló érkezett a Móricz iskolába. Ünnepi könyvhét, Bereményi Géza nyitotta meg a könyvünnepet. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Több mint 15 milliárd forintot fordít idén az Opus Titel ZRT és az Opus Tigel ZRT a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei áram- és gázhálózat fejlesztésére, korszerűsítésére, karbantartására. A beruházások célja, hogy növeljék az ellátás biztonságot, valamint az ügyfélélményt. Pénteken tartott sajtótájékoztatót Péli Balázs, az Opus Titel ZRT műszaki vezérigazgató helyettese, Antal Sándor, az Opus Tigel ZRT hálózatüzemeltetési igazgatója, valamint dr. Podlovics Roland, Nyíregyháza alpolgármestere. A fókusz a vármegyében 2023 folyamán megvalósuló áram- és gázhálózati munkákon volt, melyhez kötődik az ipari park fejlesztése is. Az Opus Titel és az Opus Tigel nyíregyházi áram, illetve a gázhálózatnak a hálózati engedélyese. Ők tartják fent ezt a rendszert, hogy működhessen a város. Ugye nyilvánvalóan bármilyen intézménynek az energiaellátása vagy a gázellátása szükséges. Ez az általános együttműködésünk, és emellett most talán a legjelentősebb, és azt gondolom ebben az évtizedben ilyen jelentős fejlesztésre, mint a nyíregyházi ipari parknak az bővítése, nem beszélhetünk. 2019-ben dr. Kovács Ferenc polgármester úr előterjesztése alapján a város közgyűlése egyhangon elfogadta, hogy bővíteni kell az ipari parkot. 130 hektár, mintegy 130 hektáros ipari parkunk betelt, és ezért új területeket kellett hozzá fejlesztenünk. Ennek a területnek természetesen az elektromos energia és gázellátása egy nagyon fontos feladat, hiszen ezeknek a gyáraknak nyilvánvalóan nagy energia és gázigényük van. Az Opus Titel 2023-ban összesen több mint 64 kilométer elosztóhálózatot épít, 52 darab transformátor állomást létesít, több mint 13.600 új fogyasztási pontot köt be, és csaknem ugyanennyi helyen cserél mérőórát a Nyíregyháza üzem területén. A Tigáza tervek szerint 42 darab új gerincvezetéket és közel 420 darab utólagos leágazó vezetéket épít ki. Rekonstruálnak 1 kilométernyi elosztóhálózatot, 22 darab tolózárat, 2-2 darab nyomásszabályozó állomást és épületet. Közel 17.000 gázmérő és 5.000 nyomásszabályozó cseréje valósul meg vármegyénkben. Az innováció eredményeként a lakosság egyre kevesebb üzemzavart fog tapasztalni. 0-24 órában, ami kollégáink azon dolgoznak, hogy ezek az üzemzavarok, hogyha létrejönnek, akkor minél hamarabb elhárításra kerüljenek, de a nagy részünk pedig azon dolgozik, hogy ezek létre se jöhessenek, és azok az erőforrások, beruházások, rekonstrukciók azokon a hálózati elemeken történnek, ahol ezek az üzemzavarok előfordulhatnának, tehát igyekszünk ezeket megelőzni. Az Opus Titel okos fogyasztásmérőket fog vizsgálni a kisfeszültségű hálózatrendszeren belül. A Tigáz Smart nyomásszabályozó állomásokat telepít, ugyanis a társaság számára nagy jelentőséggel bír az innovatív megoldások alkalmazása a hatékonyság és az ellátásbiztonság növelése érdekében. Pályaorientációs napot tartottak a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskolában. A diákok megismerhették a helyi középiskolák kínálatát, előadásokat és különböző bemutatókat szerveztek nekik, valamint egyes szakmákban is kipróbálhatták magukat. Az egésznapos program már hagyománynak számít, amire a tagintézmények tanulóit is meghívták, így több mint 700-an vehettek részt rajta. Megtelt a Móricz Zsigmond általános iskola tornaterme és aulája. Az esős idő négy fal közé zárta a pályaorientációs nap programjait. A diákok megismerhették a helyi középiskolák kínálatát, előadásokat és különböző bemutatókat szerveztek nekik, valamint egyes szakmákba is kipróbálhatták magukat. Próbálom itt összegetni, mert hogy kiskoromban is imádtam az ilyen pici autókat, és hogy nagyon szeretem, úgymond. 21 stand várta a diákokat pénteken. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum szinte összes intézménye részt vett a pályaorientációs napon,
Többek között a Zay Anna Technikum és Kollégium diákjai is népszerűsítették az iskolájuk képzéseit. Elmeséljük nekik, hogy milyen szakokra lehet jönni, és mi az, amit az egészségügyben lehet csinálni. A bánkis diákok pedig a forrasztás alapjait mutatták be az általános iskolásoknak, akik szívesen ki is próbálták magukat ebben a szakmában. Népszerűek voltak még az egyenruhások standjai is. A Múric iskolában megismerhették a rendőrség, a katonaság, a katasztrófa védelem és a mentők munkáját is. A tanulók a vendéglátásban is kipróbálhatták magukat, szalvétákat hajtogattak és csomagoltak. Nekünk kétféle képzésünk van, ugye a szakképző képzésünk és ugye a technikumi részünk. Annyiban más a kettő, hogy ugye nekünk a szakképző az 3 éves, a technikumi részünk meg 5. A Móricz Zsigmond általános iskolába a Vécsei és a Kertvárosi tagintézményből is várták a tanulókat, illetve a környező óvodákba járó gyerekeket is meghívták. 2018-ban szerveztek először pályaorientációs napot az intézményben, a program népszerűsége azóta is töretlen. A pályaorientáció az egy nagyon fontos terület, a pályaválasztás előszobája. Élményeket kell nyújtani a gyerekeknek ahhoz, hogy a későbbiekben a helyes útjukat megtalálhassák a pályaválasztás során. Ezért invitáljuk az óvodásokat is, és vesznek részt az iskolánkból 1-től 8. évfolyamig a gyerekek. Mindenki megtalálhatja számára kedves vagy élményszerű, látványos területet. Az önkormányzat együttműködéssel segíti az intézmények pályaválasztási rendezvényeit. Olyan cégeket tud egy-egy eseményre leszervezni, amelyek helyben működnek és érdekesek lehetnek a diákok számára. A városvezetés hosszú távú célja, hogy Nyíregyházán tartsa a fiatalokat. Ez egy hosszú távú folyamat. Én azt mondom, hogy ezt elkezdtük. Nyíregyháza megtesz mindent a különböző fejlesztések által, hogy itt jól érezzék magukat, olyan munkakörülményeik legyenek, olyan munkájuk és majd egyszer gondolom olyan fizetésük is, ami itt tartja őket. Szóval ez nem rövid táv, ez egy hosszú távú program, de valamikor el kell kezdeni, és az nagyon fontos, hogy ezt elkezdtük és komolyan is gondoljuk. Az elmúlt évek visszajelzései azt mutatják, hasznos az intézmény pályaorientációs napja. Ezt támasztja alá az is, hogy a továbbtanulási mutatók alapján 50% felett van a szakképzést választó diákok aránya. A kiadók és az olvasók ünnepe lett mára a hagyományos júniusi rendezvény, az ünnepi könyvhét. A nyíregyházi vendég Bereményi Géza Kossuth díjas író rendező volt, ő nyitotta meg az eseményt. Csütörtökön délután az író-olvasó találkozók, kötetbemutatók mellett Gyulai Livius Kossuth díjas grafikus művész rajzaiból is nyílt kiállítás. A folytatásban újabb könyvek és újabb vendégek érkeznek, majd hétfőn szakmai nappal zárul a programsorozat. A 94. ünnepi könyvhét és 22. gyermekkönyvhónap megnyitójának vendége Bereményi Géza, Kossuth díjas író, rendező volt csütörtökön délután a Móricz Zsigmond könyvtárban. Én könyvíró ember vagyok, kezdte a köszöntő szavak után. A könyv ünnepén a könyvet a magam módján belülről szeretném köszönteni. Elmesélte, hogyan jelent meg az életében az olvasás, majd az írás. Nagyszülei nevelték a Teleki téri piac szomszédságában, a Diff tériában megbetegedett kisfiút egy társasházban. Egy egész lakóháznak voltam, egy 10 szobakonyhás lakás volt abban azon az udvaron. Annak voltam a gyereke, és azok mind vagy meséltek, vagy pedig könyvekből olvastak föl nekem. Na most viszont az anyai nagyanyám, született Román Róza, az bibliás asszony volt, és az új szövetséget olvasta, amikor tehette. Mellettem az ágyban, mondjuk szombat-vasárnaponként, vagy inkább vasárnaponként, és a Bibliából olvasott föl nekem, úgyhogy én bibliás ember lettem mondjuk 2 éves koromtól. Innen indult írói pályája, de az élményei kiegészültek aztán a nagyapa vadnyugati ponyva regényeivel, melyek szereplőit persze magyaros kiejtéssel ismerte meg, de közben megbarátkozott Amerikával. 3 éves korától már olvasott mindent, ami csak a házba kerülhetett. Gyerekkoromtól kezdve a könyvek állandóan végigkísérték az életemet. És olyannyira, hogy és mindent olvastam. Mindent olvastam, és hatalmas utazásokat tettem meg a könyvek által.
Tehát Móri Zsigmondtól kezdve, most hirtelen sorolhatnám azt a rengeteg izét, ami a kezembe került. És így lettem könyves ember. Tehát a könyvünnepén én ezzel kezdeném a könyvvel való kapcsolatomat, és utána pedig a könyv olyan furcsa hatással volt az életemre, hogy a könyv, hogy utána pápára kerültem gimnáziumba. Ott az önképzőkör elnöke lettem, és illetve megalapítottam az önképzőkört, és voltak olyan iskolai társaim, akik írásokat adtak be. Tehát szerkesztő is lettem. Nem számítottam arra, hogy Bereményi Géza után kell megszólalnom, mondtam megilletődötten Jászai Menyhért alpolgármester. Köszöntőjében megszólította a helyi írókat, költőket, a rendezvény résztvevőit, vendégeit, és persze a könyvtárosokat is, akik ezt a gazdag és remek programot összeállították. Az a világ, amelyben élünk, a digitalizációra épül, és nem tudjuk hova tart. Online kapunk receptet, vásárolunk jegyeket, kommunikálunk, találkozunk, és az olvasás élménye is egyre inkább a virtuális térbe költözik át. Olvasás helyett sajnos szívesebben töltjük szabadidőket a televízió előtt, a laptopok előtt, és hát a kezünkhöz nő a mobiltelefon, amely a képernyőjét bámuljuk, és azon pörgetjük az idővonalat. Ennek persze vannak jó és hasznos oldala, és számtalan veszélye. Ezért azt gondolom, hogy a mi felelősségünk az, hogy a helyén kezeljük és használjuk ezeket az eszközöket, de szeressük a könyvet, és olvassunk könyvet, és mutassunk példát. Minden könyvnek van haszna, még a ponyvának is, folytatta az alpolgármester. Élményt, szórakozást nyújt. Pénteken délelőtt a 30 éves Kállai gyűjtemény kötetbemutatója következett, majd Gyuris Tibor jött az Árnyék lovak folytatásával. Ménes Attila és a Lubi, illetve a Lónyai család lett aztán a téma. Nyíregyházára érkezett az egykori tévés kolléga Ferencik Adrien negyedik könyvével, amelynek a címe Tudod, hogy szeretlek. És emellett hírt kaptunk a szabolcsi szépírókör bemutatkozásáról is. Egy igazán nagy formátumú kiállítást terveztek az idei ünnepi könyvhét kísérő rendezvényeként a Móri Zsigmond könyvtárban. Így született döntés arról, hogy a pandémia idején elhunyt Kossuth Díjas grafikus művész Gyulai Lívius 60 rajzát mutatják meg a nyíregyházi nagy közönségnek. A művész özvegye monográfiára készül, és állandó kiállító termet keres a műveknek. Gyulai Lívius a világjárvány előtt aktív tagja volt a nyíregyházi Fametsző művésztelepnek. Most emlékkiállítást rendeztek illusztrációiból és rajzfilmes munkáiból kollégái művésztársai. Az ünnepi könyvhét kiváló alkalmat adott egy 60 rajzból álló válogatás bemutatására. Ő közismerten könyvmániás volt, nem tudom hány ezerre rúg az otthoni könyvtára, és hát úgy gondoltuk Kertész Sándor barátomba, hogy egy méltó megemlékezés lenne, hogy itt ezen a szent helyen a könyvtárba elhozzuk azokat a munkáit, azokat a fantasztikus grafikákat, amelyek kifejezetten illusztrációnak készültek. De elmondhatom, hogy az egész életműnek ez 90%-át alkotja, mert amit nem is direktbe illusztrációnak készültek, azoknak is volt mindig valamilyen olvasás élmény alapja. Javarészt a művészeti szakgimnáziumból érkeztek a közönség soraiba. A fiatalok a kiállításban mindent megtapasztalhatnak, amit az illusztráció, a grafika vagy a síknyomás témájában tudni érdemes. Leginkább pedig az alázat és a munkaszeretet üzenete ez a bemutató. Ő is animációs filmmel, könyvillusztrációval, plakátművészettel, sokszorosító grafikával, tehát nagyon sok olyan terület van, ami egy követendő példa, és hát tulajdonképpen ez a mostani találkozás, beszélgetés azért lesz érdekes, legalábbis így gondolom, mert művészeti technikákat tudunk megismerni, hogy az a valóságban hogy néz ki, hogy működött, hogy jöttek ezek létre, és megpróbálunk egy kicsit utána menni annak, hogy ki ez az alkotó, aki tulajdonképpen ezt készítette, ezeket a műveket, tehát hogy milyen mentalitás, milyen hozzáállás, milyen gondolkodásmód kell ahhoz, hogy ilyen művek egyáltalán létrejöjjenek, és hogy valaki ennyire sokrétű alkotóművész lehessen. A kiállítás megnyitóra megérkezett a művész özvegye, aki egykoron a Móri Zsigmond Színház alapító tagja volt.
Házasságuk kezdetétől úgy gondolta, hogy a férjének és általa a világnak nagyobb szüksége van rá, mint a színháznak. Így lett a grafikus művész jobb keze a világi dolgok ügyében. Nem bízott rám feladatot, mert váratlanul történt a halál, ketten kerültünk kórházba Covid-dal, és egyedül mentem már haza a kórházból. Tehát ez olyan, mint egy karambol. Tehát minden ott maradt félben, és három könyv illusztrációjába fogott, és ott volt egy 13 részes filmnek, az első három része már kész volt, kettő kézben volt, és a többi meg volt rajzolva, de még nem volt leforgatva. Tehát nem nyúlhattam a műterembe semmihez, mert bármikor kellett papír, olyan anyag, ami a kéznél van, és nem rámulhatom el. De be tudtuk fejezni a 13 részes filmet. Venne Semmi most férje műtermit rendezi, rendszerezi a rajzokat, monográfiára készül, és szeretne egy állandó kiállítási teret létrehozni. Magányos és egyben lélekemelő feladat. A Rajzolt Irodalom című kiállítás Gyulai Léviusz 60 alkotásával egy hónapon át fogadja a látogatókat a Móricz Zsigmond könyvtár képregénytárában. Színes programokkal várják a nyíregyháziakat június 10-én szombaton. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Kültéri közlekedési tükröt helyeztek ki a Nyírvévé Nonprofit Kft. Munkatársai a 4-es Huszárok útjánál. Az útszakaszon 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben, a cél a közlekedés biztonságosabbá tétele. Egy haszonjármű és egy személyautó ütközött a Bercsényi utcánál. Személyi sérülés nem történt, a felek nem tudtak megegyezni a felelősség kérdésében, a hatóságok segítségét kérték. Péntek délelőtt a 41-es főútvonalon két személygépkocsi ütközött. Személyi sérülés nem történt, jelentős az anyagi kár. A heves esőzés következtében nagy mennyiségű csapadékvíz gyűlemlett fel a város több pontján. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Munkatársai az Orosi úton záportározókból szivattyúval távolították el az összegyűlt vizet. Színes programokkal várják a nyíregyháziakat június 10-én szombaton. Nyíregyháza és Nyírszülős Egyesítésének 50. évfordulója alkalmából egésznapos jubileumi fakanálfesztivált tartanak. Városunk csatlakozik a gyereket a magasba flashmobhoz, a joga nemzetközi napját pedig a Nyíregyházi Egyetemen szervezik. Több színes programmal is várják a nyíregyháziakat június 10-én szombaton. Délelőtt 9 órakor kezdetét veszi a jubileumi Fakanál Fesztivál. Nyíregyháza és Nyírszőlős Egyesítésének 50. évfordulója alkalmából egésznapos kulturális, gasztronómiai, szórakoztató és sportprogramokkal várják az érdeklődőket. A sztár vendég a Folk Beat lesz, akik este 8 órától élő nagy koncertet adnak, 10 órától pedig tűzijáték koronázza meg az egészen éjfélig tartó fesztivált. Az eső nap június 11-e. A délelőtt folyamán városunk is csatlakozik az Országos Gyereket a Magasba programhoz. Nyíregyháza immáron 5. alkalommal vesz részt az eseményen, idén is a Robinson Dom lesz a helyszín. Az idei gyermekemelés különlegessége egy közös flashmob, melyet országszerte határon innen és túl fogják a résztvevő családok eltáncolni, majd a koreográfia végén a magasba emelni gyermekeiket 11 órától. De 10 és 13 óra között ugráló vár Pepi Bohóc, cukorágyú, kézműves foglalkozás, csillámtetoválás, arcfestés és élőmese figurák is várják az érdeklődőket, valamint fellép a Kerekerdő óvoda Így tedd rá táncsoportja, akik már hetek óta készülnek előadásukra. Szombaton a Júga Nemzetközi Napjához is csatlakozik Nyíregyháza. 17 órától a Nyíregyházi Egyetem parkjában júga gyakorlást fog vezetni dr. Szabó Sándor júga oktató, a Környezettudományi Intézet professzora. Az Egyesült Nemzetek Szervezete a nyári napforduló időszakát a Júga Nemzetközi Napjának nyilvánította, elismerve ezzel, hogy a júga az emberiség egyetemes hagyományának része, ami hozzájárul az egészség és a boldogság megvalósításához. Nyíregyházán tartott edzést a Tollas labda válogatott szövetségi kapitánya. A skót tréner találkozott a sportcentrum fiataljaival, és bízik abban, hogy a tehetséges játékosok nemzetközi versenyeken is képviselhetik majd az országot.
A Tollaslabda Szövetség új programjának részeként a szövetségi kapitány Gregor McQueen ellátogatott Nyíregyházára a Sportcentrum Tollaslabda szakosztályához, megismerkedett az utánpótláskorú játékosokkal és tartott egy bemutató edzést is. A látogatás lényege az volt, hogy a szövetségi kapitány elősegítse a helyi edzők képzését, hosszú távon növelje a játékosok létszámát, az edzések színvonalát és ezzel együtt az egész magyar tollaslabda sport fejlődését. Januárban elindítottunk egy új programot, melynek részeként körbejárom az országot. Elmegyek azokhoz a klubokhoz, melyek a szövetséggel felvették a kapcsolatot, és szívesen megyek mindenhová. Nyíregyháza jelentkezett, így örömmel tartok itt is edzést, mondta Gregor McQueen szövetségi kapitány. So Nyíregyháza got in contact with the association, and from there I ended up here now. A skót származású egykori ifjúsági válogatott tollaslabdázó bízik abban, hogy a 2024-es párizsi olimpián is lesznek majd magyar tollaslabdázók. Nyíregyházán közel 50 éves múltra tekint vissza a sporták szeretete. Ennek eredményeként az elmúlt esztendőben számos ismert sportolója lett a városnak. Sára Jenő alapította meg a tollaslabda szakágat, és több bajnoka is volt Nyíregyházának, elég csak Harsági Andreát említeni, most is vannak tehetséges játékosok. 2 éve kezdtük el itt a munkát, azért azt illik tudni erről a sportról, hogy itt alsó hangon 2-3 év kell ahhoz, hogy egyáltalán kis eredményt elérjenek a gyerekek. Bízom benne, vannak tehetséges fiataljaink. A Nyíregyházi Sportcentrum tollaslabda szakága az atlétikai centrumban kialakított teremben dolgozik. Ideális körülmények között edzhetnek a gyerekek, egy-egy ilyen különleges tréning pedig plusz motivációt jelent. Híradónk végén nézzük főbb híreinket. Még egyszer, röviden. Több mint 15 milliárd forintot fordít idén az Opus Titás ZRT, és az Opus Tigás ZRT a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei áram- és gázhálózat fejlesztésére, korszerűsítésére és karbantartására. A beruházások célja, hogy növeljék az ellátás biztonságot, valamint az ügyfélélményt. Pályaorientációs napot tartottak a nyíregyházi Móri Zsigmond általános iskolában. A diákok megismerhették a helyi középiskolák kínálatát, előadásokat és különböző bemutatókat szerveztek nekik, valamint egyes szakmákon is kipróbálhatták magukat. Az egésznapos program már hagyománynak számít, amire a tagintézmények tanulóit is meghívták, így több mint 700-an vehettek részt rajta. A kiadók és az olvasók ünnepelt mára a hagyományos júniusi rendezvény az ünnepi könyvhét. A nyíregyházi vendég Bereményi Géza Kossuth díjas író rendező volt, ő nyitotta meg az eseményt. Csütörtökön délután az író-olvasó találkozók, kötetbemutatók mellett Gyulai Livius Kossuth díjas grafikus művész rajzaiból is nyílt kiállítás. A folytatásban újabb könyvek és újabb vendégek érkeznek, majd hétfőn szakmai nappal zárul a program sorozat. A nyíregyházi televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!